Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, Családőrzők című műsorunkat látják. Ebben a műsorban hétről hétre beszélgetünk a családban előforduló szituációkról. Az előző héten a témánk a házastársak közötti rivalizálás volt. Elsősorban azt feszegettük, hogy vajon ki viseli a kalapot, vagy ki viseli a kalapot, vagy mitől függ mindez. Most megyünk tovább hasonló témán, hiszen továbbra is rivalizálásról fogunk beszélgetni, de most már inkább a karrier kerül előtérbe. Nagyon szépen köszönjük most is a helyszínt a Fekvő Katona sörözőnek és kávézónak, és természetesen köszönöm vendégeinknek, szakértőinknek, hogy eljöttek. Na most cserélek itt az ideje, hiszen mindig ugyanazt a sorrendet tartottam bemutatásnál, úgyhogy most nagyon szépen köszönöm, hogy itt van Papp Csilla, személytervezési szaktanácsadó és mediátor. Szia Csilla, sziasztok! Gábor atyát most is a végére hagyjuk, úgyhogy Fekete Cseri Zsuzsanát is sok szeretettel köszöntöm. Róla tudni kell, hogy a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő és rekreológus. Szervusz Csille, szervusztok! És hát itt van velünk Tornyai Gábor atya, plébános és mentálhigiénia szakember. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nos, a karrier. Azért tartottam fontosnak, hogy erről beszéljünk, hiszen manapság már több helyen előfordulhat családokban olyan, hogy például a hölgy jobb karriert fut, amit nem biztos, hogy a férfi jól visel. Az is lehet, hogy a hölgy többet keres, amit szintén nem biztos, hogy a férfi jól visel. Mi ezzel kapcsolatban a tapasztalatotok? Nekem van egy olyan tapasztalatom például, hogy ismerek egy olyan családot, ahol apa ment egyesre. A gyerekkel maradt otthon, mert hogy anyának annyival jobb karrier lehetősége volt, és annyira jobb volt az élethelyzete. De egy ma Isten igazándiból, hogyha megnézzük, a karrier lehetőség az nagyon-nagyon attól függ, hogy ki milyen pályára orientálódott. Általában a kapcsolatoknak a jó része a magasan kvalifikált embereknél arról szól, hogy azonos területen tanultunk, találkoztunk munkahelyen vagy valahol, tehát hasonló a hasonlóval kerül össze, és ott pedig nagyon-nagyon változó az, hogy kinek lesz jobb karrier lehetősége. Hogyha a férfi nehezen viseli, ha ő személyiségében gyengébb, hiába van meg neki is ugyanolyan egyetemi végzettsége vagy hasonló, akkor ő nem fog tudni olyan szinten előre haladni, ahogy hogy halad gyorsabban, ezt nehezen tudják időnként viselni. De ha jó egyensúlyra tudnak törekedni, ki tudják egymást egészíteni, akár ebből is kisülhet nagyon-nagyon jó dolog. Én sokszor azt látom egyébként, hogy nem. Azt látom, hogy nehezen viseli el a férfi, vereségként éli meg, hogy ő alul fizetett a feleségéhez képest. Pláne, hogyha a feleségben van egy kis dominancia, és ő még ezzel kérkedik, és vissza is él, akkor az ott egy egyensúlytalan állapotot fog hozni. Ott biztos, hogy nem fog működni a dolog hosszú távon. Én azt gondolom, hogy itt az igazi nagy kérdés egy ilyen helyzetben, egy ilyen munkahelyzetben az, hogy tulajdonképpen miért fontos nekem az a pozíció lépés, vagy mi az, ami engem előre visz. És ugye ebből lehet ez a rivalizálás, vagy nem rivalizálás, hogy nekem fontos az, hogy én elmondhassam magamról, hogy én ezt vagy azt a pozíciót elértem, és akkor magamat építem, de akkor a kapcsolatomban ez vajon hogyan tud jelen lenni? Vagy pedig ugye ez a legnagyobb csapdaként azt szoktam, vagy azt látom, hogy sokszor megmagyarázom magamnak, hogy tulajdonképpen a családomért dolgozom többet. Vagy tulajdonképpen a családom miatt kell nekem magasabb pozícióba, mert hogy biztosítanom kell ezt vagy azt az életszínvonalat. De hogy ez, és itt jön megint az őszinteség, az önmagamhoz való őszinteség, hogy tényleg ezért? Tehát, hogy magam miatt van szükségem arra, hogy jobb pozícióba mondhassam magam, és beöltöztetem ebbe a szép ruhába, hogy ez a családom miatt csinálom, vagy tényleg a családom miatt dolgozom, és mivel meglátják azt, hogy jól dolgozom, lehetőségeim vannak, és följebb emelkedem, ezzel együtt a családomat, a kapcsolataimat is emelem. Tehát szerintem itt is nagyon fontos az, hogy merjek, mert hogy megint a papi sapkámat fölvéve, ugye a klasszikus bűnbeesési történet, amikor arról szól, hogy az emberek rájöttek, Ádám Éva rájöttek arra, hogy mit tettek, hogy észrevették, hogy mesztelenek, akkor ugye úgy írja a Biblia, hogy fügefa levelből ruhát készítettek maguknak. De ez nem ruha, ezek csak levelek.
és az igazi ruha az később, amikor a bőrruhát megkapják, és egy-egy ilyen helyzetben, amikor az önmagammal kell szembenéznem, akkor nagyon könnyen bele tudok csúszni abba a csapdába, hogy tulajdonképpen ez még nem az. Hát tulajdonképpen én jót akarok, de tényleg? Önigazolásokat igen. gyártunk. Igen, de egyébként ez csak egy kérdésfelvetés, hogy egyébként az negatívum, hogyha valaki pozícióban van, vagy nem. valaki magas pozícióban csak van. Miért? Ez most egy költői kérdés volt csak. Tehát, hogy igazából lehet, hogy ez annak a valakinek abszolút önazonos része, vagy önazonos azzal, hogy ő egy vezető, vagy pozícionálva van. Tehát, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy ez baj. Az már egy másik kérdést vett fel, hogy rivalizál abban a kapcsolatban, nem. vagy naponta elmondja, hogy mert én annyit keresek, én azért dolgozom annyit, hogy nektek több legyen, jó legyen. Vagy ugye egy feleség azt mondja a férjének, aki magasabban pozícionált, vagy diszponálta magát, hogy én teszek ide mindent, akkor most teljesen mindegy, hogy férfi vagy mi, hát állj oda és mosogass el, és lényegében kasztrálja a férjét. Tehát, hogy akkor probléma ez szerintem, hogyha ezt megint csak nem tudják jól kezelni. Tehát megint csak nem jól vannak kialakítva a keretek, a szabályok, az ő kapcsolati rendszerük. Mert egyébként miért ne produkálhatna az élet olyat, hogy a hölgy kap egy jó ajánlatot? Mert ugye inkább ebből szokott probléma lenni, hogyha a nőnek van valamilyen magasabb végzettsége, vagy magasabb pozícióban van. Nem szeretem ezt a mondatot, de azért elmondom, hogy egy professzornak nem tud felesége lenni egy takarítónő. Tehát hosszú távon nem tudnak működni. Tehát nagyon fontos az, hogy nagyjából egy intellektuális értékrendbe tartozzanak, hasonló végzettséggel, hasonló értékrenddel, gondolkodással bírjanak, mert anélkül nem megy. Na most, ha intelligens emberekről beszélünk, akkor tételezzük fel azt, hogy megérti azt, hogy most kapott a feleségem egy ajánlatot, akkor egy kicsit többet vállalok én férfiként a családból, de ez a mi családunkat viszi előre. Az megint egy újabb kérdést vett fel, hogy a gyerekek szempontjából, a család dinamikája szempontjából ez jó-rossz, hogy tudjuk kezelni, hogyan alakítjuk, mert ugye ez egy folyamatos, dinamikus, változó dolog. Tehát, hogy rengeteg kérdést vetesz fel, hogy ez most rossz, jó, megoldható, egyáltalán lehet ezt jól csinálni, vagy akkor nő ne is vállaljon ilyet, hanem a nő tényleg a csakot idézőjelbe teszem, a háztartás és az alapmunkáját végezzel, de akkor mondjuk egy átlagon felüli intelligens nő akkor nem is vágyakozhat, vagy nem is gondolkozhat egy karrieren, egy egyéni ambíción? Tehát, hogy akkor, hogy itt, ezek költői kérdések most, tehát nem kell megválaszolni, csak hangosan gondolkoztam, kérdéseket mondtam el, ami szerintem nagyon sokunkban megfogalmazódik. Nekem egy olyan család jutott eszembe, ahol a orvosházas párról beszélünk, de ugye különböző szakvizsgájuk van, és a feleség fogorvos. Egészen jó keres, nagyon jó keres, tanul, képzi magát folyamatosan, nagyon magas pozícióba tud kerülni, magánrendelő, és a többi, és a többi. A férj valamiért úgy lett orvos, hogy ő Isten igazából nem akart orvos lenni, de így hozta a sors, keresi magát a világba, gazdasági területen találja meg magát. Szintén sikeres. Tehát, ha anyagilag vizslatom a két dolgot, akkor egálba vannak. Tehát mindegyik, egyik hónapban egyik, másik hónapban a másik, de úgy szépen hozzák. És nem kevésről van szó. Mégis felborul a rend. Tudjátok miért? Mert a feleség azt mondja, hogy én egy orvoshoz mentem feleségül. Nekem orvos legyen a férjem. Na és akkor most itt kirivalizál kivel, és hogyan, és miért. És kinek van önértékelési zavara, függetlenül attól, hogy mekkora anyagi jólétben vannak, és mennyi szépség, és mennyi kellem veszi őket körül. Tehát megint oda fogunk visszakanyarodni, hogy én személyiségemben mennyire ismerem magamat, mennyire tudom képviselni a saját érdekeimet, és mennyire tudom ezt harmóniába hozni veled, ha te vagy az én párom. Illetve ehhez kapcsolódva még, és lehet, hogy nem a rivalizálás téma, de inkább csak így rá szeretnénk erre kapcsolódni, hogy amikor én párt választok akkor, és erről is valamikor régen beszélgettünk, tulajdonképpen én kit veszek el, vagy kihez megyek feleségül. Tehát, hogy őt, vagy azt a képet, amit benne szeretnék látni. Mert amikor egyszer csak találkozom a valósággal, akkor, hogy ő ténylegesen milyen, mondjuk ő például a gazdasági területre szeretne menni, mert az az ő, ott él, ő élő igazán, el tudom-e őt annak fogadni, hogy ő ez igazából, vagy pedig bele akarom kényszeríteni abba a szerepbe, amiért
amit én magamnak elképzeltem magamról, és innentől jönnek be ezek a feszültségek, hogy valós kapcsolatról van-e szó, vagy valós találkozásról van-e szó. Hagy hozzak egy újabb szituációt, ugye feltételeséket szoktuk emlegetni, akkor most is feltételeseknél vagyunk, két sikeres fiatalt söpör össze az élet, de szerelem, nyilván nem tudatosan, nem nézik meg, hogy hogyan tovább, abban a pillanatban össze is jönnek, és aztán egyszer csak azt lehet észrevenni, hogy a fiatalember próbálja a társa sikerét először nem tudomásul venni, aztán egy picit úgy valamilyen szinten gátolni, aztán jön a baba, amikor ezt könnyű gátolni, és mivel jön a baba, és anyuka otthon marad, és a gyerek tölti ki az életét, lehet, hogy egy, lehet, hogy kettő, egy darabig ez így megy is. Apuka felülkerülkedhet, felveheti a kalapot, nagy kalapot vehet fel, hogyha arról van szó, de az a hölgy, aki sikeres volt valaha, és elfogadja a gyerek miatt, hogy ő most visszább kerül, egy idő után nem akar majd kitörni? Tehát lehet ez így, működhet ez így hosszan? Hát vagy igen, vagy nem. Igen. Vagy igen, vagy nem, attól függ, hogy a személyiségnek milyen összetevői vannak ezen túlmenően. Tehát, hogyha ő neki az anyaság, mint karrier, az maga a siker, akkor emellettől lehetett volna sikeret színésznő, vagy bármi az égvilágon, ha ő azt akkor ott el tudja engedni, és ez neki nem okoz belső konfliktust, akkor ez rendben van. De ha belső konfliktust okoz, akkor az nagyon nem lesz rendben. Az biztos. Az a megközelítés, hogy két, tegyük fel, egészséges felnőtt, a mi definíciónk szerinti felnőtt ember kerül össze, akik szeretik egymást. Azt elképzelhetőnek tarthatjuk, hogy ha az anya, mondjuk tegyük fel, hogy sikeres valamiben, nagyon sikeres gyermeket vállal, akkor egyrészt az visszalépés, hogy úgymond csak a gyerekkel van, mert ugye az maga egy hatalmas nagy öröm, egy boldogság, hiszen a nőnek az anyasága az első nagy kiteljesedés. Ha ő neki az. És ez sem biztos. Igen, azért mondja, ideális esetben. Tehát, hogy el lehet azt képzelni, hogyha mondjuk otthon van ez a sikeres hölgy a közös gyermekkel, akit közösen akartak, tehát nem egy ideológia miatt akart, hogy akkor így legyünk család, hogy majd akkor lesz egy gyerekünk, hanem tényleg akarták a gyereket, akkor az elképzelhető, hogy amíg a férj keresi a pénzt, és a férj van olyan pozícióban, amivel mondjuk az ő egzisztenciájukat biztosítja, és biztonságot ad, hogy akkor ez a hölgy ki akar törni? Elképzelhető? Mert elvileg ugye nem, mert hogy minden megvan. De ha nincs meg minden, és nem az optimális eset van, hanem egy ideológiát akart létrehozni, vagy abba szerelmes, hogy így lettünk család, mert ugye kell a gyerek a családsághoz, vagy ez a kép szép, hogy így lettünk család, és mondjuk, ha nem is megerőszakolta, de mondjuk magára erőltette azt, hogy jó, akkor most itt vagyok a karrierem csúcsán, és kettétöröm, és visszalépek, mert ezt a szót, mert hogy visszalépek, és úgymond csak gyereket nevelek, és gyesen vagyok, és szolgálom a férjem és a gyerekem, akkor biztos, hogy ki akar törni, mert teljesen más a megélés és a megítélés. Ebben megint ti vagytok a szakemberek, és nem én, mert hogy ti anyukák vagytok. De hogy nekem ugye ez az élményem és a tapasztalatom, vagy van ilyen élményem és tapasztalatom mondjuk a kisbabás anyukákról, akiknél már úgy nagyjából előkezik az a korszak, hogy a gyerek már úgy kimegy és elkezdi majd az ovit, ugye nagy feszültség van bennük, hogy ők most már ebből ki akarnak lépni. Tehát, hogy nagyon szép, nagyon jó ez az anyaság, nagyon szép benne lenni az a kis édes csöpséggel, de most már úgy, ott már azon a határon van, hogy a gyerek is elmegy az ovit, és akkor valamit én most nagyon tenni akarok. Felnőttel akarok beszélni. Igen. Saját társaságot, ugye egyenrangú intellektuális beszélgetéseket folytatni. Csak inkább ez erre akartam így rárímelni, hogy ez a fajta feszültség, hogy van egy ilyen szép kép, hogy az anyaság a kiteljesedés, de hogy vannak ilyen kis kitörési pontok inkább, csak amikkel így rácsodálkozom. De ez nagyon nehéz, mert most, hogyha ugye megemlítetted ezt a 3 éves kort, igen, az a leválás korszaka, akkor ugye a gyerkőcöknek el kell kezdeniük óvodába, közösségbe járni, és akkor anya ott van. Na most, ha ő egész eddig 2-3-5 gyerekkel otthon volt anyaként, és már az utolsó is elment, akkor ő már nem fog karrierépítésbe kezdeni. Egyrészt. Másrészt, ő neki az lesz a természetes, hogy utána nem csak az óvodásokkal fogok foglalkozni, hanem az iskolásokkal, 10 órai csomagolni, leckét, kimegy kirándulni, kinek kell, külön óra, ide, viszed, csomagod, megvan, tiszta ruha, stb. Tehát ő neki az az élete, és ez nagyon rendben van. De ha egy karrierista nő azt mondja, hogy én minden áron anya akarok lenni, és végre megkapja ezt a kegyelmet, és anya lesz,
Na, a számolni fogja már az első év második felében, hogy még hányszor kell szoptatni, mire végre le lehet tenni ezt a kis csomagot valahova. Legalább egy fél órára, legalább... Na, szóval, hogy ez megint a személyiségnek a struktúrájától fog függeni, meg az, hogy én milyen családból jöttem. Az én anyám hogyan csinálta az ő életét annak idején. De való igaz, hogy sokkal nagyobb dilemmában vannak a karrier tekintetében a nők. Képzeljétek el a felállást, hogy ha karrierje van, sikeres hölgyről van szó, jó a fizetése, és akkor egyszer csak otthon marad, és neki nem is lesz fizetése szinte, hiszen annyira minimális, amit kapnak, függ egy másik embertől ezt elviselni. Nem egy egyszerű történet egyik pillanatról a másikra. És nyilván, hogy előbb-utóbb szeretne ő úgy tovább menni, hogy újra legyen saját maga által előállított bevétele és egyebek, Csilla? Hát ugye itt ennél a példánál maradva, itt az a szerencsés, hogyha férfeleség újraírja a gazdasági közösségüket, és megint egy új rendszert alakítanak ki, hiszen nyilván egy fizetés, és ugye gyesgyed, nem tudom most mi van, pontosan, ebből most kiestem, és ezt újraírják, tehát egy új gazdasági tervet készítenek. És hogy hát a családi büdzsé az mire elég, milyen vágyaink lehetnek, de ugye jött egy új családtagunk, van egy gyerekünk, és hát ez nagyjából ezzel jár, tehát ezt lehet realizálni. Azt is tudjuk, hogy havonta mennyi körülbelül a rezsénk, akinek van hitele, tudja, vagy az autótankolás, a táplálék, a stb. Beszerzése, tehát ezért ezeket nagyjából tudjuk. Ezt ki lehet számolni, hogy várhatóan milyen költségeink lesznek, de ezeket is ugyanúgy meg kell tervezni, mint egyéb mást, mint az időgazdálkodást, vagy akár a pénzügyi gazdálkodást. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy a hölgynek az elején megalázó érzés mindenre pénzt kérni, amikor ahhoz volt szokva, hogy a saját pénztárcájába ott van. Ott van a baj, hogy kell kérni. Igen. A kérés. Tehát már itt csorgult a dolog. Gondolom, hogy ez eleve, tehát egy párkapcsolat kérdése, hogy amikor kialakul a kapcsolatuk, mondjuk egy jó karriert élő nőnél és egy akármilyen pozícióba levő férfinél, hogy az ő kapcsolatuk hogyan alakul ki, mint ahogy hogy szerintem azzal, hogy és talán lehet, hogy erős volt korábban szó, hogy van egy rendszer, amit kialakítanak akkor, amikor ők párrá válnak. Ez a rendszer felborul és átalakul, amikor belép az 1, 2, 3, 4, 5, 6 gyerek, és minden egyes gyerek belépésekor újra meg újra struktúrálódik, hogy akkor mi hogyan működik, és tulajdonképpen hogy van. És hogyha ott ez a megalázott helyzetben vagyok nekem, ott már eleve valahol maga a kapcsolat sántít, meg a sokszor emlegetett önértékelés és önismeret sántít, hogy tulajdonképpen most nekem megalázó a férjemtől pénzt kérni, vagy megalázó nekem az, hogy én segítséget kérjek. Nekem egy másik reláció jutott erről eszembe. Mondjuk legyen nagyon jó karrierje ennek a férfinak, és megkapja azt a nem kevés fizetését, de ő neki az, hogy a családi büdzsét kezelje, ezt neki nem tisztel, nem szerepel, nem érzi jó magát benne, nem tudja jól csinálni, látja, hogy a felesége sokkal jobban csinálja. Én ismerek ilyet, hogy a feleség kérdezi, hogy van a pénztárcádban elég? Indulsz fel, van nálad elég pénz? Tehát ez a normális, én azt gondolom. Ha tudjuk, hogy ki miben erős a családban, hogy ki mivel tudja erősíteni a családot, hát ha én pénzgyártó automata tudok lenni, és ez csak annyi időben kéri az én életemet, hogy még mellette család fő szerepemet is be tudom tölteni, az teljesen rendben van. Ha én meg a beosztó tudok lenni, aki meg tudom mondani, hogy ez hogyan észszerű, és hogyan tudjuk a családi előmenetet ebből finanszírozni, akkor az is teljesen rendben van. Ha máshogy van, az is rendben van. A lényeg az, hogy ők érezzék rendben. Mert nagyon sokfajta verzióval lehetne előállni, ezek csak ilyen érdekességek, amiket így előhúzunk a nyuszik alapból. De valójában, ha a családon belül mindenki rendben, nyugalomban, biztonságban érzi magát, függetlenül attól, hogy ki milyen pozícióban, milyen beosztásban, milyen témakörben, milyen területen dolgozik, akkor az ott rend van. Hogyha én nem találom a helyemet a világban, akkor nincs rend. Akkor borul a rendszer. És van még egy rivalizáció, amikor a kollégák egymás között rivalizálnak, és a munkahelyi életet teszik pokollá. Családon kívül. Érdekes téma. És akkor azt hazaviszed, vagy nem viszed haza magaddal, amit bent talál. Valóban, hogy hat a családra. És az érzelmekre. Talán annyi időnk még van, ha már pénzről beszéltünk, hogy megkérdezem, hogy mi a véleményetek az egymás előtt dugi pénzről.
Jaj, ez egy csodálatos dolog lehet. Mondom, lehet. Tehát nekem személyes élményem, amikor készülünk valakinek valamilyen ünnepre, és bizony-bizony a saját kis dolgunkból csippentünk le. Tehát ez egy nagyon aranyos dolog lehet, mert akkor én tudok meglepetést adni. Én tudok meglepetéssel szolgálni. De persze, hogyha ez a család érdekét szolgálja, ha ez a szeretet mesdjéjén történik, akkor ez egy gyönyörű dolog lehet. Hát, hogyha ez nem ezt a célt szolgálja, akkor már erőteljesen meg tudom kérdőjelezni megint ott a létjogosultságát, a kapcsolatnak, meg a harmóniáját, meg a működési rendszerét. Hogy ez is attól függ, hogy a pár hogy egyezett meg, hogy állapodott meg, mert nagyon sokan közös kasszán vannak, és például átutalással érkeznek a fizetések, a jövedelem egy számlára, tehát nincs titkos pénz. Aztán ugye nyilván, aki vállalkozó, másképp jut a pénzéhez heti, napi, akármilyen szinten, akkor ott előfordulhat az, hogy ő félretesz pontosan azért, hogy egy karácsonyi ajándékot, egy születésnapi ajándékot, hogy ne a közösből, és ne lássa a másik, hogy na, bementem az XY boltba, és kapja majd az SMS-t, hogy nem tudom, én vettem neki egy karórát karácsonyra. Tehát, hogy ez aranyos is lehet, de azt gondolom, hogy sokkal etikusabb tiszta lapokkal játszani, és hogyha ez jó célt szolgál, akkor persze, ha nekik belefér, de egyébként szerintem a kitisztázott pénzügyi helyzetek a hasznosabbak, és a szerencsésebb is. Gyakorlatilag mindent elmondtak. Nekem csak az volt a kapásból, ami eszembe jutott szó, hogy bízalom. Tehát, hogy ha bízom a másikban, vagy nem bízom a másikban, akkor kell, vagy nem kell a dugi pénz. Az, hogy most a zsebemben maradt egy pénz, az egy dolog, de az, hogy nekem el kell rejtenem a másik elől, az gyakorlatilag most egy dolog, hogy pénzről beszélünk, de hogy valamit eltitkolok a másik elől, akkor ott valami nem működik. Lehet ez a szeretetteljes játék, de nekem rögtön ez a szó jutott inkább eszembe, hogy bizalom. Amelyet ugye meg kell tanulni, egymás iránt érezni egy kapcsolatban, egy házasságban. Én nagyon élveztem megint ezt a beszélgetést, és szerintem nagyon fontos dolgokat érintettünk, olyanokat, amik előfordulnak a család életében, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Tolnyai Gábor atyának, és most is köszönöm helyszínünknek, a Fekvőkatona Kávézó és Sörözőnek, hogy itt lehettünk. Kedves nézőink, Családőrzők című műsorunk látták. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk, addig is kellemes tévézést kívánok. Viszontlátásra!